Tisztelt tudományos ülés, kedves kolléganők, kollégák, hölgyeim és uraim! Örömmel köszöntöm Önöket a jogtudományok osztályának mai nyilvános ülésén, amelynek egyetlen és nagyon fontos napirendi pontja Podané János akadémikus rendes tag székfoglaló előadásának meghallgatása, megtekintése. Valamennyien a tudomány fejlődésnek egy bizonyos időszakában lépünk be ebbe a folyamatba, amit a tudomány fejlődése jelent. Podané János tudományos érdeklődésének kibontakozása a biológiában nagyon izgalmas 70-es évekre esik, amikor megjelentek a molekuláris biológia, a genetika új eredményei, távlatos lehetőségei. Bár lehetőleg a botanika és a zoológia vonzotta és nagy növénygyűjteménye is volt, ahogy tudom, meg is van mind a mai napig. Érdeklődése ebbe az irányba, tehát a molekuláris élettudományok felé fordult. Professzora és mentora Juhász Nagy Pál hatására azon mégiscsak megmaradt eredeti terveinél. Ő nyugtatta meg, hogy a szuprás területen is igen sok a tennivaló, és ezt hamarosan meg is tapasztalhatta. A Vászátóti indulás után döntő változás volt életében, hogy 1981-ben a University of Western Ontario növénytani tanszék PhD programjában nyert felvételt. Tímvezetője Orlóczi László világszerte elismert szaktekintély volt, aki a kvantitatív ökológia módszertanába a pályán elindította. Még a Juhász Nagy Pál a sokat vitatott, megbeszélt témákban a vegetáció vizsgálatának dinamikus szemléletével tudta elkészíteni, majd megvédeni ott a PhD dolgozatát. Nem sokkal hazatérése után az ELTE-re került, ahol 86-tól egyetemi oktató, 2006-tól tanszékvezető egyetemi tanár, a Biológiai Intézet növényrendszertani, ökológiai és elméleti biológiai tanszékén vezeti az ökológiai MTA kutatócsoportot. 1999-2000-ben alkalma volt ösztöndíjasként egy nyugodt évet eltölteni a Kollégium Budapest védő és óvó falai között. Erről volt szó Szatmári Őrs rendestagi székfoglalóján is, már a Kollégium Budapest védő és óvó falairól, ahol minden figyelmét a kutatásra összpontosíthatta. Itt készült el az a Nature Genetics cikke is, többek között többek tanszék és intézetbeli kollégája Szatmári Őrs társszerzőségével, amelyben a több változós módszerek alkalmazásával mutatta ki az élet három fő doményainak hasonlóságait, különbözőségeit a metabolikus hálózatok szerkezete alapján. Podané János egyik fő műve a szárazföldi növények evolúciója és rendszertana, amit a legújabb tudományos eredmények tükrében már háromszor dolgozott át, és ez ugye 2000-ben Leidenben angolul, majd Nápolyban 2007-ben olaszul is kiadásra került. A legújabb, 2015-ben készült el a növények evolúciója és osztályozása rendhagyó rendszertan címmel. A könyv valószínűleg világelső abban, hogy a növényeket a legmodernebb felfogás szerint az elsődleges endoszimbiózis eredményeként tárgyalja, és emellett szakít a linnei osztályozásnak az evolúcióval összeegyezhetetlen alapelveivel. Hogy nem a klasszikus rendszertan egy újabb átirata lett belőle, az a molekuláris genetika és biokémia, illetve a matematika és a számítástechnika a műben megjelenő eredményeinek hatásainak köszönhető. A sokváltozós biológiai adatok feldolgozásának módszertanában elért eredményeit, a módszereket, amelyeket használt, fejlesztett, kidolgozott, közvetlenül felhasználható formában, számítógépes programként tette hozzáférhetővé a biológusok és a széles értelme vett élettudomány művelői számára. Ennek köszönhetően az utóbbi időben széles körű alkalmazásra kerültek ezek a módszerek, az orvosi jellegű kutatásokban is, itt többek között az oszteoporózis genetikai hátterének vizsgálatában, vagy éppen a tüdő, a rák és reumás megbetegedésekben. Nagyon erősek Podané János olaszországi szakmai kapcsolatai a Trieste Egyetem tanárának, Ernesto Freulinak köszönhetően, 90-től kezdődően mind a mai napig élnek az olasz kapcsolatok. Az idén eddig megjelent cikkből 4 olasz kollaboráció eredménye
van egy másik, ami Itáliában jelent meg. Példamutató vállalkozásnak gondolom azt, hogy 2000-ben volt olyan bátor, hogy elindította, javaslatára elindult, és az ő főszerkesztésével az Akadémiai Kiadónál a Community Ecology Impact folyamatosan, több mint 10 éve Impact Faktor rendelkező folyóirat, melynek most már a 18. köteténél járunk. Idén szeptemberben ezt konferenciával ünnepelték Budapesten. Bodoni Jánost 2010-ben Fekete Gábor, Orlóczi László és Szatmári Őrs jelölte levező tagságra, és talán némileg váratlanul első jelölésre levelező taggá választott a biológia osztály. Semmiképpen nem érdemtelenül. És az azóta eltelt 7 esztendőben izgalmas új eredményeket publikált, elkészült a már említett könyv új kiadása, 2 ciklusban az osztály elnök helyettesének választottuk, idézettsége több mint 2-szeresére emelkedett, munkáját jóval többen, mint 8000-en függetlenként idézik. 1000-nél is több a podani idézet, amely a világ különböző helyein született disszertációkban található, vagyis a fiatalok odafigyelnek arra, amit csinál. Különösen imponáló, hogy 5000 körüli vagy a fölötti az egyetlen szerzőségben megjelent könyvei, programjai és cikkei idézettsége. Számomra a Podani János munkássága bizonyítja legjobban, hogy napjainkban milyen gyorsan mosódik el, ha nem is tűnik el teljesen, az a vélt éles határ, amit a szupraindividuális és az infraindividuális biológiai irányzatokhoz kötődik. Inkább azt gondolnám, hogy vélt, semmint valós ez, de sok év kell ahhoz, hogy ez megváltozzon, tovább összesimuljon. Az elmúlt 3 évben Jánossal a Biológiai Tudományok Osztálya vezetésében megélt harmonikus együttműködésünk is, úgy hiszem, ebbe a folyamatba illeszthető. Ezekkel a gondolatokkal kérem fel Podani János, hogy tartsa meg szép foglalatát, Kládok vagy Rangok címmel. János. Tisztelt elnök úr, tisztelt megjelentek. Először is nagyon köszönöm elnök úrnak ezeket a kedves, meleg bevezető szavait, amivel egy pár dolgot ma el is mondott abból, amit én ma itt majd az előadás során szeretnék megemlíteni. És hát egészen elképesztő számomra, hogy ilyen szép nagy számban itt megjelentek ennek a témának a meghallgatására, ami hát nem is annyira tartozik talán a biológia mai élvonalába, ahol elsősorban ugye molekuláris genetikai, biokémiai vizsgálatok dominálnak. Én azonban nem véletlenül tettem ide ezt a rövid kis idézetet Gould-tól, egy neves evolúciós biológustól származó idézetet arról, hogy a természet jelszava végül is a rendkívüli változatosság, amihez csak azt tenném hozzá biológusként, hogy nekünk pedig az a feladatunk, az a teendőnk, hogy ezt a jelszót, azt a sok üzenetet, amit a természet a nagy változatosságában közvetít irányunkba, azt megfejtsük, feldolgozzuk, valamilyen formában úgy prezentáljuk a lényeg információt a többiek számára, hogy az egyszerű és áttekinthető legyen. És hát ahogy elnök úr is utalta bevezetőjében arra, hogy az én korábbi érdeklődésem elsősorban mindig arra irányult, hogy hogyan lehet ezt a biológiai sokféleséget némi matematikai eszközök segítségével olyan formába átvinni, ami mindenki számára könnyen érthetővé teszi azokat a bonyolult összefüggéseket, amelyek a biológiai objektumokat jellemzik. Mikor kiderült, hogy nekem itt most majd előadást kell tartanom, akkor gondolkoztam rajta, hogy milyen témát is válasszak ehhez az előadáshoz, és hát úgy gondoltam, hogy ezt így mindent nem érdemes elővenni, mert egy csomó ezek közül már valójában nem is nagyon érdekel, meg nem is igazán lényeges. Tehát egy teljes életműről,
ha lehet, inkább nem számolnék be, viszont hangsúlyt a legutóbbi 4-5 év alatt az érdeklődésem központjába került témára szeretném fektetni, vagyis ami a címben látszott, kicsit talán még ködösen és rejtélyesen, vagyis a fákról, korallokról, illetve rangokról és kládokról szeretnék beszélni a továbbiakban. A téma keretét az két idézet fogja megjeleníteni. Az egyik, ami alul látható két majdnem azonos változatban, vagyis az, hogy a biológiában szinte semminek sincs értelme, hogyha nem az evolúció nézőpontjából vizsgáljuk. Na hát ez az idézet, ez ugye egy szinte már közhelyszámban menő idézet. Könyvek, cikkek, folyóiratok, egyéb publikációk százai jelölték meg ezt már mottónak, és talán éppen ezért még inkább egyre igazabb és egyre igazabb ez az állítás. Többek között azért is, mert a rendszertanra is nagy hatása van az evolúció biológiának. Így az, amit Rapaics Rajmundnak tulajdoníthatunk, az az állítás, amivel egyébként lehet, hogy nem minden egyetemi hallgató ért velem most egyet, hogy a rendszertan az egy nagyszerű dolog, de ez az állítás, ez éppenséggel azért fontos nekünk, mert a rendszertanon keresztül érvényesül sok esetben mindaz, amit az evolúció biológia föltár a biológusok számára. Úgyhogy ez a két idézet fogja nekem a továbbiakban a keretet adni, és azért fektetném erre a hangsúlyt, mert az evolúció biológia területén tényleg rohamos fejlődés mutatkozik az utóbbi időben. A molekuláris genetikának, biokémiának köszönhetően elképesztően felgyorsult a molekuláris adatoknak az elemzése, hogy egy teljes genom sorrendnek a megállapítása ma már különösebb akadályokban nem ütközik. Emellett igen komoly számítógépes informatikai háttér segíti az evolúció biológiát, és olyan számítógépes programok, olyan mondjuk törzsfejlődést rekonstruáló programok jelennek meg olyan módszerek, amelyek már egészen komoly matematikai tudást igényelnek. Na ehhez képest egy picit én kontrasztosnak érzem azt, hogy mindezt az igen komoly fejlődést, amit tapasztalhatunk, és mindazokat az eredményeket, amiket ennek révén elérünk, ezt egy olyan rendszert annak a javítgatására próbáljuk meg felhasználni, melynek elvi alapjai 250 évesek legalábbis, és itt most ugye természetesen Linnére és követőire, illetve az ő elődeire gondolok. Az ő munkásságuk természetesen abszolút rendben van a saját idejükben, viszont én úgy érzem, hogy itt azért van valamilyen ellentét a maga a rendszertan elméleti megalapozása, illetve a módszerek között, amelyekkel ezen mostanában próbálunk javítani. Hát milyen módon tud az evolúcióbiológia a rendszertannak segíteni? Természetesen elsősorban mindenféle fa diagramok felhasználásával, hiszen ezek azok, amelyek különböző objektumok, rendszertani csoportok, fajok evolúciós viszonyait, rokonságát illusztrálják. Ennek következtében aztán nem meglepő az, hogy ez a fában gondolkodás, a tree thinking, ugye az egy központi fontosságú elv az evolúció biológiában is, és a rendszertanban is, mert hiszen enélkül az evolúcióról alkotott elképzelések hát elég nehezen érvényesíthetők máshol. A kérdés azonban az, hogy eme sokféle ábrázolás, aminek most nem a színbeli, meg sok grafikai megoldását emelném ki, hanem azt, hogy különböző részletek esetleg egész mást és mást jelentenek. Tehát ezek a grafikai megjelenítések, ezek most egyértelműen átmennek-e a rendszertan irányába? Jó-e az az üzenet, amit az evolúció biológia megfogalmaz a rendszertanosok számára? Tényleg az ő hibájuk-e, hogy még mindig a linnéi alapelvekben gondolkoznak, amikor az élővilágot rendszerezni szeretnék? És én úgy érzem, hogy itt van a dolog első
képpen elsősorban elásva. Tehát ezek az ábrák nem feltétlenül szolgálják azt, amit szeretnének, vagyis, hogy a evolúciós utak rekonstrukciója a rendszertanban is hasznosuljon. No, ahhoz, hogy egy picit ezen javítani tudjunk, kicsit visszamegyek az időben, ugyanis úgy érzem, hogy ha a mai problémákat kellőképpen akarnánk kezelni, ahhoz nekünk egy kicsit a múltba is vissza kell menni, és pár előzményt is meg kell vizsgálnunk. A múlt megértése nélkül a jelen sem nagyon érthető meg. Hát a fa alapjelentése persze az a nagyon feltűnő növényi forma, ami hát mindig is központi jelentőségű volt az ember életében, és hát ez a központi jelentőség nagyon hamar meg is nyilvánult a fa, mint szimbólum, mint jelkép felhasználásában. És hát elég, ha ugye a bibliai jó és gonosz tudásának a fájára, vagy a közvetlenül mellette álló az életfájára gondolunk, de hát nincs olyan mitológia, nincs olyan vallás szinte a Földön, amelyben a fák ne játszanának valahol központi szerepet. Így azután a fa hasonlat és a fa, mint egy ilyen fontos növényi forma, természetesen megjelenik a képzőművészetekben, különösen ugye a grafikai megvalósításokból láthatunk nagyon sok ezret, hogyha mondjuk a Google keresőjébe a Tree of Life szót beírjuk, itt ebből most hármat mutatnék be. De ezen túlmenően az az igazi változás a mi szempontunkból, amikor a fának a szerkezete, az elágazás rendszere válik valaminek a hasonlatává, valaminek a metaforájává, vagy valaminek az illusztrációjává, és hát itt a családfákra és a nemzetségfákra kell mindjárt gondolnunk, amelyek ugye már sok-sok száz éve központi szerepet játszanak az élet nagyon sok területén. Ugye itt például Noénak az utódai, mutatnám be a fölső ábrán, a Noé utódainak a családfáját, vagy pedig ugye gyakori használat a uralkodó házak leszármazási viszonyait bemutató. Mondjuk úgy, hogy családfa, például a Bourbonokét látjuk a jobb alsó képen. Így azután az sem meglepő, hogy előbb-utóbb a fa egy ilyen kis kerülő utat megtéve, ugye a családfa interpretáció felé, újra megjelenik a biológiában, de most már nem mint élő növény, hanem mint szimbólum, mint metafora, és természetesen először még ez az evolúciós értelmezés nélkül jelenik meg, és hadd mutassak be itt kettő olyat, ami egyrészt az állatvilágnak a fája, ugye Pallas elképzelései alapján von Eichwald rajzolta ezt meg, mi hát egy fának van ugyan nevezve, de sokan inkább ezt egy ilyen spárga kötekhez hasonlítják, aminél azért sokkal inkább érzékletes a francia szerzetes Ogier-nek a ábrázolása, a botanikai fa, amelyen az akkor ismert növényvilág szerkezeti viszonyait próbálta illusztrálni, és az akkor ismert csoportokat ilyen szempontból egy fa diagramon bemutatni. Tehát itt természetesen a sokféleségnek a metaforájáról van szó, és ez a helyzet Hitchcocknak a rajzával is, ezzel a paleontológiai ábrázolással, amin bőven felfedezhetünk ilyen elágazásokat az időben. Az időben ugye az teljesen egyértelmű volt, hogy a különböző földtörténeti időszakok más és más flórával és faunával jellemezhetők. Ezt Hitchcock ezzel az ábrával próbálta bemutatni, de ő a evolúció elméletét egyáltalán nem fogadta el, úgyhogy könyveinek későbbi kiadásaiban, amelyek már Darwin munkáját követően jelentek meg, ő ezt az ábrát kihagyta, véletlenül se nézzék őt evolucionistának. És hát ugye a 19. század elején vagyunk, amikor fölmerül az evolúciós gondolat, és itt kitüntetett szerep jut Lamarcknak, aki elsőként rajzolt fel egy olyan ábrát, amit ő táblának nevezett, de hát ma már látjuk, hogy ez egy fa diagram,
az állatvilág főbb csoportjainak a kapcsolatrendszerét próbálta ezzel bemutatni. Bizonyos részleteiben természetesen naív formában, mai tudásunkkal összevetve. Aztán nem sokkal később megjelent egy nagyon érdekes és sokat vitatott könyv Nagy-Britanniában, illetve Amerikában, aminek már a címe is meglehetősen sejtelmes, és az írója mindvégig, mind haláláig inkognitóban maradt, úgyhogy a későbbi könyvtárosok így kézzel voltak kénytelenek odaírni a szerző nevét, mikor már kiderült, hogy Robert Chambersről volt szó, aki tehát ebben a tudományos bulvárnak vagy pamfletnek nevezhető munkájában már egészen komoly proponense volt az evolúciós gondolatnak, és közölt olyan ábrákat is, mint például ezt, amit itt mutatok a jobb szélén, ami az akkori idők embriológiai ismeretei alapján próbálta meg a törzsfejlődés főbb vonalait megmutatni, legalábbis a gerincesekre, és utalt arra is, hogy ezek a főbb vonalak aztán természetesen tovább finomodnak, egészen finom rendszertani kategóriák irányába. És hát a legfontosabb személy természetesen ebből a szempontból Darwin, akiről tudjuk, hogy meglehetősen hezitatív, alapos kutató volt, sosem hamarkodta el azt, hogy eredményeit, következtetéseit publikálja, és a fákkal kapcsolatos elképzelései sem igazán jelentek meg publikálásra. Hát a Föld körüli útjáról hazatérve már 1837-ben felrajzolt egy ilyen ábrát, ami épp egész vonalakból áll, és ezzel próbálta megmutatni ugye azt, hogy a kiinduló fajból hogyan jöhetnek létre utódfajok. Majd későbbi jegyzeteiben is felrajzolt olyan diagramokat, amelyek ráadásul már jobban emlékeztetnek a mai gráfokra, hiszen élekből, vonalakból és pontokból állnak. Itt neki volt is egy megjegyzése, hogy esetleg ezek a pontok génuszokat képviselhetnek. Pont ezért gondoljuk, hogy esetleg ez tényleg egy gráf elméleti jelölés volt, bár ő nem ismerte a gráfosokat. És hát a harmadik ábrája az az egyetlen egy fa, ami nyomtatásban megjelent az ő rajzai közül, az pedig végig szagatott vonalakkal készült, bemutatva azt, hogy egy kiinduló fajkészletből sok-sok-sok generáció elteltével, amiket itt ezek a vízszintes vonalak jelképeznek, hogyan alakulnak ki más fajok, hogyan megy a kihalás, és vannak esetleg olyanok is, amelyek túlélik teljesen változatlan formában ezt a sok generációt. Tehát Darwin ábrázolásmódja legalább háromféle volt. Mutatva azt, hogy ő még nem volt teljesen tisztában azzal, hogy majd hogyan lehetne egyértelműen bemutatni az elképzeléseit. Na és az ő elméletének, elveinek fő európai terjesztője, a német Ernst Haeckel, az, aki, hát tudjuk, hogy nem csak jó biológus, hanem legalább olyan jó művész is volt, és ezt a művészi hajlamát kiválóan kiélte a törzsfák, leszármazási fák felrajzolásában is, és a különböző ilyen jellegű diagramok egész erdejét produkálta, amelyek közül talán a legfontosabb az 1866-os monofiletische Stammbaum, ugye, tehát a monofiletikus törzsfa mondjuk a mai fordításban, amivel ő volt az első, aki a tudomány történetében a teljes élővilágra fölrajzolt egy ilyen leszármazási fát. Tehát ez 1866-ban volt. És hát közben megjelennek a fák mondjuk a nyelvészetben is, és egész más területeken is, és meglepődéssel veszük tudomásul, hogy egyedül a matematika marad ki. Egészen 1857-ig, amikor az angol matematikus Cayley bevezeti a fa fogalmát a matematikába. Ez pedig a gráfokból következik olyan formában, ugye, hogy egy gráf az pontoknak, szögpontoknak és éleknek a halmaza. Ez ugye régóta ismert volt már a matematikában.
De hogyha ebből a gráfból ezt a pirosra jelzett élt eltávolítunk, akkor egy olyan sajátságos szerkezetű gráfot kapunk, amelyben bármely ponttól bármelyik másikig csak egyféleképpen lehet az élek mentén eljutni. És ezek voltak azok a gráfok, amiket Cayley fáknak nevezett el. Tehát a matematikában, ami ugye mégiscsak a tudománynak a közös nyelve, a fa fogalma így módon ezekhez a gráfokhoz kötődött. És majd meg fogjuk látni, hogy ezt mennyire tartották a későbbiek során. Tehát a lényeg az, hogy körök lehetnek egy általános gráfban, de a fák ezektől a köröktől teljesen mentesek. Hát körülbelül ennyit szerettem volna történetileg fölvázolni, annak előzményeként, hogy most megvizsgáljunk néhány viszonylag mai ábrázolást, és az elsőként megvizsgálandó ábra az nem akárkinek a könyvéből, és nem is akármilyen könyvből származik, hogy a vak órás mesternek hát igen nagy szerepe van az evolúciós gondolat terjesztésében, egy rendkívül népszerű könyv és egy rendkívül komoly szerzőről van szó. Na most ehhez képest, ha ez egyik ábráját és annak az aláírását megvizsgáljuk, aminél látszik, hogy a magyar fordítás az tökéletes, tehát nem a fordításban csúszott be a hiba, akkor hát több problémával is összeakadunk. Hát először is családfának nevezi ezt a diagramot, de hát semmiféle család kapcsolatot itt nem tudunk felfedezni. Nincs arról szó, hogy egy család tagjai közötti kapcsolatrendszert mutatnánk be, de arról sincs szó, hogy minden egyes itt szereplő egyed, vagy tétel ebben a rajzban egy családnak felelne meg. De ez mondjuk még csak a kisebbik hiba. A nagyobbik hiba az az, hogy a családfák, amint arra már az elején utaltam is, azok leszármazási viszonyokat mutatnak be, tehát ős, leszármazott, ugye szülő, gyermek, unoka, stb. Ilyen kapcsolatokat kell, hogy bemutasson. Na, ilyesmi ezen az ábrán egyáltalán nem látszik. Ez ebből a szempontból pláne nem családfa, mert itt azt látjuk, hogy mely szervezetek a legközelebbi rokonai egymásnak. Tehát például azt látjuk, hogy a vörösfenyő és a lutfenyő közelebbi rokonok egymáshoz, mint mondjuk a tölgyel, de így hárman ők egy közeli rokonsági csoportot alkotnak, vagy a polip és a kalmár egymás úgymond testvér csoportja ezen a rajzon, a csigák csak kívülről kapcsolódnak hozzájuk, és így tovább. Tehát nem leszármazási kapcsolatot mutatnak, mint aminek egy családfától el kellene várni, hanem egyes szervezetek rokonságát, testvércsoporti viszonyait mutatja be. Ha családfa lenne, akkor amúgy sem lehetne szó osztályozásról sem, mert egy családfa teljesen alkalmatlan osztályozásra, míg egy ilyen testvércsoporti viszonyokat megmutató rajz az jó kiinduló pont lehet az osztályozáshoz. Amiből egyébként akárhány lehetséges, hiszen osztályozás az annyi van, ahány célunk van. Tehát, hogyha mi a kerti, vagy a vadvirágokat szeretnénk osztályozni, akkor ott lehetséges egy olyan módszer is, hogy a virág színe szerint, meg a virágzás időpontja szerint, meg a előfordulási hely szerint is osztályozható. Tehát az sem egy hibás osztályozás, csak annak valami célja van. Tehát itt a hibával nyilván a Dawkins arra céloz, hogy a leszármazási viszonyokat tényleg csak ez az egyetlen egy diagram mutatja helyesen. Ez igaz is, és az a szám, ami itt van, az viszont tényleg igaz. Utána számoltam, és valóban 8, és utána 21 számi egy következik, és ennyi lehetséges módon lehetne tehát erre a 20-ra ilyen jellegű rajzokat felrajzolni. Tehát meglepő, hogy ebben a nagyon fontos könyvben végül is elég sok probléma mutatkozik egyetlen egy ábra, illetve annak az aláírásával kapcsolatosan. És nem jobb a helyzet akkor se, hogyha mondjuk tényleges családfákat nézünk meg, és erre példaként hadd hozzam a Magyar Tudományos Akadémia egyik korábbi tiszteleti tagjának a családfáját, nevezetesen Charles Darwinét, akinek az egyik fia szintén az akadémia tiszteletbeli tagja volt, nevezetesen George, a 10 gyereke közül az egyik, George Howard Darwin is az MTA
tiszteletbeli tagja volt, matematikusként és csillagászként. No hát ez tényleg egy családon belüli viszonyokat ábrázolja, viszont itt meg a fasajátság sérül, mert köztudott módon Darwin unokatestvérét, Emma Wedgwoodot vette feleségül, és hát ilyen formában ugye a fa sajátság, tehát az, hogy nincsen kör a gráfban, az sérül, úgyhogy Darwinnak a családfája az tulajdonképpen csak egy család hálózatként definiálható. Mondhatnék még nagyon sok példát, hát ugorjunk mondjuk a törzsfák irányába, ami egy azért meghonosodott elnevezés, ugye, mert szerintem Haeckelnek a Stammbaumját nem így kellett volna törzsfaként, hanem leszármazási faként kellett volna fordítani, és erre találunk is példákat a 19. századi magyar irodalomban, azóta egy picit ez eltűnt. Hát itt ugyan törzs. A törzsnek is nagyon sokféle jelentése van. Például a taxonómiában ugye egy magas rang, de például a bakteriológusok, akik itt különösen érintve vannak ezen az ábrán, hiszen két nagy prokarióta csoport is szerepel ezen a rajzon, ők a törzs fogalmát, ugye baktérium törzs fogalmát egészen más formában is használják. Egy fajon belüli változatok értenek alatta. És ha már törzsfa, akkor vajon miért van előtéve, hogy evolúciós, vagy hogy filogenetikai? Miért kell ez a jelző, mit finomít ez, vagy mit ront ezen a megjegyzésen? Tehát a törzsfákkal kapcsolatban is sok ilyen elnevezésbeli probléma van, bocsánat, és hát még nagyon sok egészen komoly szerzőktől származó irodalmat tudok megmutatni, amelyek azt illusztrálják, hogy maga a fogalom, az, hogy fa, az mennyire össze-vissza jelenik meg a szakirodalomban, ugyanarra a jellegű diagramra egészen más elnevezésekkel hivatkoznak, illetve egy konkrét elnevezés egészen más jellegű ábrákat, diagramokat is takar. Hát egy pillanatra még itt hagyom ezt az ábrát, hogy mindenki gyönyörködjön ebben a változatosságban, amit itt a képernyőn láthatunk, de hát fülemben cseng mesteremnek, Juhász Nagy Pálnak a hangja, aki ennek láttán biztos azt mondaná, hogy te János, hát ez bizony egy fogalmi zűrzavar. És hát tényleg, ez egy fogalmi zűrzavar, és ez még mindig csak az eleje a problémának. Úgyhogy én ezeket a fogalmakat szívem szerint nem használnám sosem, hogy családfa, evolúciós törzsfa, evolúciós családfa, és mindenféle egyéb kombináció, amit ugye ezen az ábrán is megmutattam. Ahhoz, hogy tisztán lássunk ebben a dologban, ahhoz van nekem egy javaslatom. Azon túlmenően persze, hogy a gráfban, a fában definiálnunk is kell, hogy mit értünk a szögpontokon, vagyis általában egyedeket vagy populációkat, fajokat, esetleg magasabb rendű rendszertani kategóriákat, sőt, akár még hipotetikus kategóriákat is érthetünk alattuk. Ezen túlmenően a legfontosabb az, hogy a relációkat tisztázzuk, vagyis azt, hogy az élek ezekben a fákban mit jelentenek. És ebből a szempontból az első fontos megkülönböztetés az ős leszármazott vagy a testvércsoporti viszony. Amit ugye Dawkins esetében is mutattam, az a testvércsoporti kapcsolatrendszer volt, amit ugye a mi konkrét esetünkre hivatkozva példaként itt láthatunk, tehát a mi testvércsoportunk az bizony a két csimpánz faj, a bonobó, a törpe csimpánz és a közönséges csimpánz alkotta kettős. Viszont, hogyha ős leszármazotti viszonyt szeretnénk illusztrálni, akkor egészen más a tartalma ennek a fának, ugye, mint itt az ember származásának egy-két lépcsőjén látjuk, ugye, hogy különböző lépésekben jutunk el a homo sapiensig. Itt tehát a relációk ős leszármazott viszonyt jelentenek, csak úgy, mint a családfákban, a tényleges családfákban. Tehát nagyon fontos, hogy testvércsoporti viszony, ami tehát olyan belső szögpontokon keresztül érvényesül, amelyeknek konkrét értelmet nem tulajdonítunk, vagy pedig leszármazott, ős leszármazott viszonyokban. De van egy másik szempont is, amit fontos megnéznünk, hogyha a fában
ezeknek az éleknek értelmet akarunk adni. Nevezetesen az, hogy az idődimenziót figyelembe vesszük-e, avagy sem. Az előző két rajznál figyelembe vettük, ezeket még egyszer itt felrajzolom, hiszen itt egymást időben követő fajokról van szó, tehát az időben előre haladva az időtengely mentén végbe menő változásokat mutatunk be. Itt pedig egy időben élő, tehát az időnek egy metszetében megfigyelhető szervezetekre vonatkozik a fa. És hát ha ez így van, akkor ennek az ellentétje is megvalósítható. Van olyan eset, amikor ős leszármazotti viszonyokat mutatunk be, de az idődimenziónak igazándiból nincsen jelentősége, vagy legalábbis összekavarodnak a dolgok, hogyha az ember legkorábbi őse tényleg a pángénuszban keresendő, amelynek mai utóda is vannak, majd ugye ez átment az Australopithecusban, majd a homogénuszba, akkor itt ugye olyan egy nemzetség szintű leszármazási viszony mutatunk be, aminél keverednek ugye az idő dimenziók. Ez még mindig megvan, az Australopithecus kihalt, a homo az egy létező génusz, tehát itt elkavarodik az idődimenzió. Ugyanúgy elkavarodik az idődimenzió, hogy egy olyan testvércsoporti viszonyrendszert mutatunk ezekkel a diagramokkal, amikor is ugyancsak nem egy időben élő szervezetekre rajzolunk fel kladogramot, mert itt a testvércsoporti viszony az valójában hamis, ugye, tehát a homo erectus az nem testvére a homo sapiensnek, hanem elődje volt. Tehát vannak ilyen diagramok is, amelyek a kihaltakat és a leszármazottakat ilyen formában próbálják együtt illusztrálni. Hát ezek a szempontok számítanak akkor, hogyha most ezt a négyes klasszifikációt megvizsgáljuk. Tehát ha a matematikailag is értelmes, evolúciós értelmezésű fákat csoportosítani szeretnénk, akkor ezekkel a görög eredetű szavakkal hivatkozhatunk rájuk. A Darwin-féle fa az tényleg időben mutatja a hipotetikus változásokat, ezek a diakrón evolúciós fák. A Lamarcki Haeckeli fák jelentős része az viszont magasabb linnéi kategóriák kapcsolatrendszerét mutatja be, és hát elmossa az idődimenziót, ugye itt tehát akrón névvel hivatkozhatunk ezekre, és akkor van ez a két alsó, amely testvércsoporti viszonyokat mutat, ami rendben van akkor, hogyha egy időben élő szervezetekkel dolgozunk, ez tehát a szinkron, ugye egyidejűség, ami megsérül akkor, hogyha fosszíliákat is egyszerre elemzünk ezekkel a módszerekkel, ma élő szervezetekkel, mert ott nem tudhatjuk igazándiból sosem eldönteni 100%-ig, hogy ezek a kihaltak, ezek ténylegesen oldalági, de kihalt rokonok, vagy pedig elődök, ősök voltak. És akkor most jövünk talán a legfontosabb problémához, ahhoz, hogy ami elágazik a biológiában, az azért még nem feltétlenül fa, legalábbis matematikai értelemben. És itt van a Nature Educationből egy ábra, ami azt próbálja nekünk illusztrálni, hogy a fajszintű evolúciós viszonyok azok nem feltétlenül vágnak egybe egyes géneknek a leszármazási viszonyaival. Tehát ahogy ez itt mondja, a génfák és a fajfák azok nem feltétlenül esnek egybe. Csak hogy itt ugye ez a fa fogalom, ez most nagyon homályos, mert a matematika ezt nem ismeri, hogy az egyik, hogy a gráf élein belül más élek húzódjanak, és hát amúgy sem biztos, hogy ezeknek az ábráknak a részleteit matematikai háttér nélkül értelmezni, jól felfogni tudnánk. És ilyen ábrákat számtalan tudnék mutatni, például Meyernek a híres könyvéből származik ez a rajz, ami elsőre kladogramnak, tehát olyan ábrának tűnik, ami az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os jelű szervezetek testvércsoporti viszonyait mutatja be. Csak amikor ez az ábra itt kiszíneződik, akkor fogunk gyanút, hogy hát ez nem lehet egy gráf, egy fagráf, mert mi az, hogy egy él a közepén más szint vesz föl. Ezzel Meyer azt akarta bemutatni, hogy egy ősi tulajdonság az evolúciós utak mentén egy leszármazott tulajdonságá alakul,
amiből azután több helyen egymástól függetlenül egy harmadik végállapot is kialakult. Ezt ő egyébként nem nevezte fának, de sokan erre fa néven hivatkoznak. És akkor van itt még egy csomó ábra, amelyek megjelenésükben már tényleg olyanok, mint a botanikai fák, és az evolúciót szeretnék illusztrálni. Ezek azonban megint csak távol esnek attól, amit a matematika fa néven ismer. Hát mi lehet akkor itt a megoldás? Hát először is tisztázni kell azt, hogy ezek a fajta fa diagramok valójában mit mutatnak, és ha egy ilyen ábrát szépen alaposan megnézünk, akkor valójában kiderül, hogy emögött egy nagyon érdekes helyzet, egy hálózat helyezkedik el. Kinagyítva egy kis részletet, mondjuk így tűnik, aztán ennek egy kis részletét továbbra kinagyítva már közelebbről látjuk, hogy végül is miről van szó. Tehát egy bezúmolva, kizúmolva ebbe az ábrából már látható, hogy itt egyedek alkotta hálózatról van szó, csak hogy ez a hálózat, ez furcsa módon viselkedik a hosszú idő dimenzióban, mert egyszer csak megszakad, mondjuk ivaros szaporodás esetén a kapcsolat a ugyanazon populáció két része között, fajképződés megy végbe, tehát egy hálózat makroszkóposan elkezd ilyen botanikai fa képet ölteni. És ugyanez a helyzet akár ivartalan szaporodás esetén is, hogyha vannak egyéb okok, amelyek ugye a fajképződést elősegítik. Tehát valójában ebben az idézőjeles fában nekünk egy hálózatunk van. Tehát az alapkérdés az az, hogy ez a bizonyos idézőjeles fa, ez a sárga körvonal, ez tulajdonképpen akkor micsoda. Na, erre volt egy remek korai javaslat. Nem meglepő módon ez is Darwinnak a nevéhez fűződik. Nem én fedeztem föl, én csak azt fedeztem föl, hogy mások már fölfedezték jegyzetkönyveiben ezt a fél mondatot, miszerint az életfája talán inkább az élet koralljának nevezendő, amelynek az ágai már elhaltak, így azon már nem nagyon lehet persze semmit átjárásokat megfigyelni. Ez is az ő jegyzetkönyvéből olvasható ki, amit ugye a világ körüli útjáról hazatérve írt, és néhány vázlatot is mellékelt ehhez a megjegyzéshez. Csak hogy a fa hasonlat, a családfa, a nemzetségfa, általában a fa használata a 19. században az annyira egyértelmű volt, hogy maga Darwin is elriadt talán attól, hogy ennek az élet koraljának a későbbiek során hangsúlyt adjon. Így azután a fajok eredetében már egyértelműen arról fogalmaz, hogy az élet fáját kell nekünk valahogy megkeresni, és a korall fogalmáról a későbbiek során teljesen meg is feledkezett. Holott ez egy nagyon hasznos ötlet, mert maga a korall, ha evolúcióról beszélünk, akkor sokkal jobb hasonlat, mint a fa. Sokkal jobb metafora. Ezt jól érezte Darwin, csak sajnálatos módon a körülmények talán arra kényszerítették, hogy erről megfeledkezzen. Hát először is a fa ugye a terebélyes gyökérrendszerével már mindjárt így együtt a gyökérrel, a törzsel és a lombozattal már biztos, hogy alkalmatlan a bármilyen evolúciós rendszernek az illusztrálására. A korall ellenben valamilyen helyen megtelepszik, van egy alapja, és abból terebélyesedik ki. Így módon tehát sokkal inkább alkalmas az evolúciós utaknak a hasonlatára. Azután a fa ágai fokozatosan vékonyodnak. Ez most mit jelent? Ugye, hát nyilván semmiféle diverzitás, vagy létszám, vagy hasonló csökkenés nem rendelhető egy evolúciós folyamathoz, ezért jobb a korall hasonlat, melynek ágai néha megvastagodnak, újra elvékonyodnak, megint megvastagodnak, és általában nagyjából azonos vastagságot mutatnak. Arról nem is beszélve, hogy a fa a gyökér legvégső pontjától a legutolsó levélig végig élő szervezet, ellenben a koralloknál csak a legfelső részeken találhatók élő polipok, a többi az elhalt váz, ami azután később tönkre is megy, összetörik,
és egyes atollokon akár 1000 méteres vastagságot is elérhet más szervezetek fosszíliáival keveredve. Tehát ebből a szempontból is jobb hasonlat a korall, mint a fa. És hát ha ez így igaz, akkor erre most érdemes egy általános matematikai definíciót adni, aminek most a teljes részletezésével persze nem szeretném mutatni a jelenlevőket. Kicsit bonyolultabb, mint a gráfoknak a definíciója, és nem csak korallokról, hanem általában elágazó ányképekről beszélhetünk, amikor is a filogenezisnek az illusztrációját mutatjuk be. Ez valamilyen koordinátarendszerben elhelyezett elágazó diagram tehát, aminek sok apró részletét lehet definiálni. A legfontosabb az, hogy bármely pont ezen a ábrán egy egyed, vagy egy taxon, vagy bármilyen más populáció lehet, ez attól függ, hogy ki mire akarja ezt használni. És hát a legfontosabb talán az, hogy a függőleges tengely mentén partícióknak, tehát osztályozásoknak a sorozatát definiáljuk. Ezen osztályozások azok, amiket a biológus értelmesnek tart. Például szaporodási közösséget formálnak azok az osztályok, amik itt most piros vonallal szerepelnek az ábrán. És ezeknek a sorozata, illetve elválása egymástól adja végül is az elágazó jellegét ennek a diagramnak. És akkor ennek a típusnak, ennek az elágazó ányképp diagramnak is megvan ugyanaz a 4 alapváltozata, mint a szó szerinti matematikai fáknak, tehát a diakrón, az akrón, a szinkrón és az aszinkrón változat ezekre is megadható, és a darwini korall az pontosan ez az, amikor ősleszármazott viszonyokat mutatunk be, és az idő is számít. És erre sok egyéb példát lehet találni, mondjuk itt a lovak leszármazási mintázatát, vagy éppen a humán evolúciónak a fontosabb lépéseit mutatnám be. És ennek a fosztóképzős változata, az akrón, az pedig legyen a kaktusz, mégpedig azért, mert ennek az archetípusa, az első változata az amerikai botanikus Bessie ábráján jelent meg, és ez valóban, úgy messziről nézve, ugye ez a füge kaktuszokra, az opunciákra, azoknak a lapos szártagjaira emlékeztet. És hát itt nem csak azért nem számít az idő, mert időtengernek nincs igazán értelme, hanem valójában nem is az időtengely, hanem valamiféle morfológiai komplexitás, valami összetettség, valami fejlettség idézőjelben az, ami a függőleges tengely. És itt akkor már visszafordulások is lehetségesek, mint ahogy Bessie-nek az ábráján is látszik, amit a zárvatermők főbb rendjeire rajzolt meg, kiindulva ugye boglárka féléktől, 2 szíkű vonal, meg egy szíkű vonal képzelhető el számára, és vannak visszafordulások is, amelyek akkor bizony morfológiai leegyszerűsödést jelentenek számára. De hát a legközismertebb ilyen ábra talán az a bizonyos 5 birodalmas osztályozás, ami még egy nem is túl régen a mi kötelező biológiai tananyagunk is volt a gimnáziumban, ugye a Whitaker-Margulis féle 5 Kingdom csoportosítás, ami hát persze erőteljesen meghaladott ma már, hát itt is ugye erről van szó, hogy a leszármazási viszonyok nem egy időt dimenzióban vannak beágyazva. És a harmadik típus, a harmadik, negyedik típus a tölgyek, amelyet Haeckeltől kölcsönözhetünk. Haeckelnek a rajzai kapták később a tölgy megjelölést a szakirodalomban. Leginkább talán arra emlékeztette a szerzőket ez a néhány sziluett diagram, amely végül is nem más, mint a fa gráfok, a megfelelő fa gráfok, csak egy kicsit érdekesebb módon fa sziluettként művésziesebben megrajzolva jelennek meg. Így ezeknek aztán kicsit kevésbé fontos ma már a szerepük. Annál fontosabb lehet azonban a koralloknak a különböző típusa, mint például a romerogramok, amik a paleontológusoknak a kedvenc rajzai. Ezek az ábrák azt mutatják be, hogy különböző rendszertani kategóriák a egyes földtörténeti időszakokban mennyire fajgazdagok voltak, és bizonyos szintig még a leszármazási viszonyokat is illusztrálják.
de semmiképpen sem fa gráfok. Ezek korallok, csak úgy, mint ez az alsó rajz, ami első látásra kladogramnak tűnik, tehát az a fajta rajz, ami az A, B, C és a D taxonoknak a testvércsoporti viszonyait mutatja be. Tehát a C, D az egymás rokona, aztán jön a B, majd az A. De akkor már gyanút fogunk, amikor bekarikázzák ezt az egész felső részt, de hogy ez a koronacsoport, bár akkor még mindig gondolhatunk arra, hogy ide értik akkor a elágazásokban levő közös ősöket is. Viszont amikor megjelenítik ezt az élt, mint stem group, tehát mint egy ilyen ágcsoport, ághoz kötődő csoport, akkor már végképpen eltűnik a fa gráfos interpretáció. Ez semmiképpen sem tekinthető kladogramnak, hiszen ha maguk az élek is élő szervezetek, akkor ez nem egy fa, hanem ez egy korall. És korallnak vannak háromdimenziós verziói is, egy magyar vonatkozású ábrát hadd mutassak be olyan értelemben, hogy Rolf Dahlgren, a svéd-dán botanikus, amikor Pesten, Budán járt, ugye Budakalászon járt, akkor ő maga avatta fel ezt a háromdimenziós diagramot, ami szintén egy korall, és azt van hivatott ábrázolni, hogy az árvatermők evolúciós viszonyai mennyire bonyolultak, és ugye a fönt, a legfelső síkban van a ma, az, amit ma megfigyelhetünk, azok a rendek és családok, melyek aztán ugye a múltba visszamegyünk, szépen összefolynak egymással a közös ősben. És akkor lehetnek még hibridek is, mint például ez a rajz, amit itt a zöld növényekkel kapcsolatban mutatok be, mely kladogramnak indul, tehát fagráfnak indul, de korallá válik, mert hogy a fajgazdagságot, az adott csoportban levő fajszámot illusztrálják ezek a széles háromszög alakú idomok. Na most, hogy sikerült tehát tisztáznunk a fa, meg a nem fa, hanem inkább korall jellegű ábráknak a jelentését és tartalmát, akkor érdemes ugranunk egyet, és a másik fő témára mennünk, az osztályozás értékelésére, mert ennek segítségével fogjuk talán leginkább belátni azt, hogy miért kellene nekünk változtatni azon a régi elképzelésen, hogy a növényvilág, állatvilág, általában az élővilág rendszere, amit keresünk, tehát egy rendszer van, sok osztályozás lehetséges, de egy igazi rendszer van, a rendszertankönyvek egyetlen egy ilyet kell, hogy használjanak, hogy az hogyan készüljön el. Természetesen Linné idejében még az evolúciós gondolatnak a csírái sem nagyon jelentek meg, talán Buffonnál, meg pár francia biológusnál, már igen, de többeknél még nem. Így akkor tehát úgy képzelték, mint hogy maga Linné is, hogy adottak a fajok, adottak a génuszok, a rendek, az osztályok, és ő tulajdonképpen arra hivatott, hogy ezt az osztályozást felfedezze, leírja és közvetítse a többi biológus számára, és ebben az osztályozásban a fő szempont ez a morfológiai természetesség, mind a mai napig, és a rangoknak a használata, amelyik azt jelenti, hogy minél feljebb megyünk a rang létrán, akkor azon a rangon levő csoportok közötti különbségek egyre nagyobbak morfológiai értelemben. Tehát a nemzetségek, a génuszok közötti morfológiai szakadékok még viszonylag kicsik, de aztán, ahogy megyünk fölfele, családok, rendek, osztályok, törzsek fele, hogy csak a legfontosabb szinteket említsem, ugye ezek a szakadékok növekszenek. Csak hát ezzel rengeteg gond van, amivel már régóta tisztában vannak a biológusok, hiszen egyrészt a dolog önkényes jellege, hol húzom én meg a család, a génusz, rend, stb. A határait. Milyen rangon csoportosítok. Aztán van a redundancia problémája is, amikor vannak olyan esetek, amikor egy faj egyedül képvisel egy génuszt, egy családot, sőt akár egy rendet is, ugye ezek természetesen akkor evolúciós értelemben teljesen felesleges kategorizálások, hiszen egyetlen egy fajról van szó, de az evolúcióval talán más, nagyobb problémák is vannak, amiket akkor majd később szeretnék bemutatni. Az első kettő gondot nézzük meg a kúpcsigáknak a megvizsgálásával. Linné ez írta le a kúpcsiga génuszt Konusz néven, és akkoriban ő még 30 fajt ismert,
de ez a 30 mostanra már több mint 800-ra fölment, úgyhogy jelenleg ebből a szép és látványos csiga féléből ugye nagyon sok fajt ismerünk. Fleming javasolta, hogy legyen egy család, ugye ugyanaz az egy génusz van benne, tehát itt jelentkezik a redundancia probléma, ezzel ő sok újat tehát nem mondott. A probléma ott kezdődött, amikor ezeket a láthatólag azért morfológiailag meglehetősen egységes házú szervezeteket elkezdték szétszedegetni. 29 génuszra, majd a legvégén már ott tartottunk, ugye, hogy 5 családba sorolták 115 génuszba ezeket a kúpcsigákat. Ez tulajdonképpen nem is az ő kálváriájuk, ez inkább a gyűjtőknek a kálváriája, vagy a múzeumoknak a kálváriája, mert hiszen neki kell állandóan átcímkézni az összes tételt, hogyha meg akarnak felelni az állandó taxonómiai változásoknak. De még komolyabb probléma ez a toxikológiai nézőpontból, hiszen az összes faj az súlyosan veszélyes, szóval kőkemény szúrásuk van. Ennek például a Cornus textilének az emberre nézve azonnali halálos szúrása van, és ha a toxikológusokat állandóan megzavarják ezekkel a nomenklatúrai változásokkal, akkor ők sem igazán tudják nevén nevezni a dolgokat. Szerencsére Püll André és társaik megcsinálták ezeknek a kúpcsigáknak a molekuláris elemzését. Tehát egy olyan kladogramot szerkesztettek, amely most nem emlékszem rá, hogy mely génnek a bázis szekvenciáján alapult, és ők ezt egyértelműen azonosították, és ezekből a hosszú utakból látszik itt az elején, hogy 4 csoport van, nem egyforma méretű csoport, majd utána már csak kisebb mérvű változások következnek be, és hogy némileg azért egyensúlyban legyünk a tradícióval, ők akkor úgy döntöttek, hogy legyen ez egy család 4 génusszal. A többi az szerepeljen legfeljebb szubgénusz szinten. De hát ez is természetesen önkényes, hát ettől még lehetne akár ez egy alcsalád is valamilyen nagyobb családon belül, és a szubgénuszokat is tarthatnák ők maguk akár külön génuszoknak. Tehát az önkényes jelleg azért ennek ellenére megmarad, még akkor is, hogyha a csoportosítás maga molekuláris úton egyértelművé tehető. A harmadik probléma az, hogy a Linnei osztályok, rendek, családok, génuszok nincsenek összhangban az evolúcióval, az csak akkor szemléltethető, hogyha nekünk viszonylag teljes képünk van a múltról. És hát ez a legtöbb élőlény csoport esetében sajnos egyáltalán nincs meg, és semmi reményünk nincs rá, hogy meglegyen. De például a gerinceseknél, különösen azon a részen, ami a madarak felé vezető ág, a korallon, az élet koralján, ott azért elég sok információval rendelkezünk. Na most, ha a ma élőket, a madarakat és a hozzájuk legközelebb álló hüllőket, a krokodilokat nézzük, akkor ott valóban óriási különbségek vannak. Ugye a madarak tolla, csőrük van, stb. Két lábon járnak, szárnyuk van, hát nem sorolom, a krokodilok ugye azok egészen mások, nekik fogaik vannak, 4 lábon járnak, kőkemény szarupáncéllal. Ez a nagy különbség, ez tényleg kiválóan megfelel annak, amit egy Linnei világban észlelünk, vagyis osztály szinten legyenek ők különbözők. De hogy ezek a kis zöld kapcsos vonalak mutatják, a múltba visszamenve, hogy egyre több és több lelet került elő, ugye kiderül, hogy hát bizony itt már van átmenet egy közös őség visszamenőleg a két csoport között. Úgyhogy egyszerűen nem lehet eldönteni, hogy hol húzzunk meg most a múltat is figyelembevő osztályozás esetén a osztályszintű elhatárolást. Itt vagy akárhol máshol. Mindegyik. Mindenképpen önkényes lenne, mert ugye egy olyan helyen szakítanánk el a koralt, ahol egymáshoz nagyon hasonló szervezetek, vagy viszonylag hasonló szervezetek vannak. Tehát azt kell mondani, hogy a rangok szerinti kategorizálás az egy adott idősíkban lehet legfeljebb összhangban egy Linnei klasszifikációval, és voltak is olyan biológusok, akik azt javasolták, például a brit Crowson nevű bogarász,
hogy akkor készítsünk külön osztályozásokat az egyes időszakokra, de hát ez azért a biológusok számára talán kevésbé elfogadható megoldás. Úgyhogy amit itt eddig elmondtam, azok egyáltalán nem újdonságok. Lamarck ugye 50 évvel Linné után már egyértelműen kifejezte azt a véleményét, hogy ezek a rangok, ezek csupán az emberi lelemény szülöttei azért, hogy valahogy tárgyalni tudjunk a dolgokról. Ezek egyáltalán nem önmaguktól létező, eleve létező dolgok. És ezekről az átmenetekről is nagyon régen tudnak, ugye, mint például Moritz Wagnernek ez az állítása, hogy ha a múltban visszamegyünk az ősöket megvizsgálva, ha erre módunk van, akkor előbb-utóbb a közös ősnél akadunk fenn, és emellett a változás sorozat mellett természetesen az egymástól távol álló végpontok között az átmenetek ugye eltűnnek. És hát a Dawkinst egyszer már idéztem ma, akkor most vegyek elő másik mondását, ami ide való, ugye teljesen egyértelműen, mind a mai napig is ezt sokan hangsúlyozzák, hogy ha nem akarjuk a kihalt ősöket is bevenni az osztályozásba, akkor rendben van, akkor egy ilyen rangos osztályozással elboldogulunk, de abban a pillanatban, ha kellő mennyiségű információnk van a múltról, akkor nem boldogulunk. Kicsit túlozva a dolgot, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a linnéi rendszernek a létjogosultságát az ismereteink hiánya adja meg. Ha a múltról való ismereteink jóval bővebbek lennének, akkor mindjárt más lenne a helyzet. Hát nézzük meg akkor, hogy hogyan lehet ezen a dolgon segíteni, és akkor most megint, hát kihez fordulunk vissza, ma már harmadszor Darwin nevét kell említenünk, ugye aki nem a fajok eredetében, hanem az ember származásáról írt könyvében fogalmazta meg azt, amit aztán ma a biológusok elég egyértelműen elfogadnak, mégpedig azt, ugye, hogyha egy szervezetnek az összes leszármazottját egy csoportba vesszük, ugye, akkor azt egybe kell tartanunk, míg egy másik ettől elkülönülő őstől származó egyedeket, ugye, közös leszármazottakat egy másik csoportba különíthetünk el. De hogyha ez a két szülői forma közös eredetű, tehát ők is rokonok, akkor ez a két csoport egy nagyobb csoportba legyen összefoglalva. Darwinnak fogalma se volt arról, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni. Ezt csak elképzelte. Nem tudhatta azt, hogy majd a 20. században erre már lesz megoldás, hogy ezt a kapcsolatrendszert földerítsük. És akkor itt most egy hipotetikus példát nézzünk meg. Legyen ez a leszármazási korral, most már tehát a új fogalommal, régi új fogalommal kifejezve, aminek a végállapotaiból, tehát 5 fajt jól ismerünk, és vannak leleteink, fosszilis leleteink a régmúlt idők szervezeteiből is. Ha csak a mai élőket vizsgáljuk meg, akkor a darwini problémának a megoldója Hennig javaslatát kell néznünk, vagyis egy olyan fa diagramot szerkeszteni, amiről ugye már beszéltünk, egy szinkrón fát, amiben tehát az egyidejűleg élt szervezetek testvércsoporti viszonyait tudjuk megmutatni. És ez azért nagyszerű, mert itt ugye morfológiai adatok is, és hát főképpen pedig molekuláris adatok is rendelkezésünkre állnak, hiszen ma élő szervezetekről van szó. És akkor ez a fa, a kladogram ágrendszerében teljesen megfelel annak, ami a korallban a ma élőkhöz vezető ágrendszer. Tehát egy sikeres kladogram az rekonstruálja a korallnak a ma élőkre vonatkozó vázát, de csak az. Azt azért túlzás mondani, hogy egy kladogrammal rekonstruáltuk a múltat, ugye, mint ezt gyakran mondják manapság filogenetikai körökben. A múltat nem, de egyfajta elágazás rendszerre való hipotézisünk van a kladogramok segítségével, melyekből aztán akár linnéi típusú osztályozás is készülhet, lévén egy időben élő szervezetekről van szó, bár az, hogy mit, hol vágunk el, minek milyen rangot adunk, azt megint hangsúlyoznom kell, hogy az teljesen önkényes lesz, önkényes marad. Mi a teendő akkor, hogyha fosszíliák is rendelkezésünkre állnak ebből a csoportból? Arra is meg lehet szerkeszteni ezt a fa diagramot, ami tehát mondjuk többféle irányzatban is szerepel,
Az egyik ilyen a pattern cladistics, ugye, ami tehát nem törődik azzal tulajdonképpen, hogy milyen a elágazás rendszer, csak csoportosítani akar. Hogy miért? Ezt mindjárt megmutatom ezzel az ábrával. Ugye itt látszik az, hogy ezen az oldalágon a G, a H azok kihaltak, és az A az egyedüli élő szervezet. Most az, hogy a G a kladogramban testvéreként jelenik meg a H-nak és az A-nak, az nyilvánvalóan akkor nem egy sikeres rekonstrukció, de nem is baj, mert itt csak az a feladat, hogy a klád, mert akkor ezt most már ezt a letört korall darabot, akár kládnak is nevezhetjük, tartalmára következtes. Az más kérdés, hogy például a H és az A esetében ez a testvércsoporti viszony akár igaz is, bár az egyik már kihalt, a másik még élő. De ezt sose fogjuk tudni 100%-ig megmondani, ha együtt vizsgáljuk a kihaltakat és a ma élőket, hogy a kihaltak ősök voltak-e vagy ilyen oldalági kihalt ágnak a képviselői. És akkor most ezzel visszatérhetünk a hüllő madár problémára, mert akkor megoldódik, hogy mit minek nevezzünk. Hát ne használjuk a hüllő madár szembeállítást, bármilyen mélyen is gyökerezik az a tradícióban, hanem ezeket a korall ágakat fokozatosan letördelve adjunk nevet a különböző csoportoknak. Így azután az egész kládnak, amelyen a krokodilok és a madarak az összes elődjeikkel együtt vannak, az Archosauria nevet lehet adni. Erekről aztán különböző pontokon letörve kisebb és klissebb csoportok jönnek ki. Mindegyik tehát összhangban van az evolúcióval, mert egy közös őstől származó összes szervezet benne van, természetes egység az evolúció terméke. Mint például a teropóda, aminél ugye látszik, hogy innentől kezdve két lábon járnak a szervezetek. Tehát a teropódának van egy ilyen egyszerű értelmezése is. És hát a madarak is, meg a krokodilok is végső kisebb kládokat. Nem osztályokat, nem rendeket, nem törzseket jelentenek egy ilyen típusú osztályozásban. Növényeket megvizsgálva egy picit bonyolultabb talán ez az ábra, mint az előző, de érdemes itt is megnézni azt, hogy a különböző szemléletek hogyan viszonyulnak egymáshoz, mert ezen a rajzon egyszerre háromféle szemlélet is látszik. A klasszikus szemlélet az a természet lépcsője szemlélet, ugye amikor is vannak úgymond alacsonyabb rendű, meg magasabb rendű szervezetek. Hát ha ezt itt most a kékeszöld algáktól az árva termőkig végignézzük, akkor felismerhető ez a típusú gondolkodás. Ugye algák, mohák, karasztok, nyitva termők, árva termők, ez már hekelnek a különböző fáin, és pontosan ugyanígy jelentkezett. Ugyanakkor ezek a csoportok egy linnéi típusú osztályozásban is, mint törzs jelentkeznek, és a törzsek között is egy hierarchikus kapcsolatrendszer alakul ki. Azonban, hogyha kladisztikai úton indulunk el, és föltárjuk a növényeknek a osztályozását ilyen módon, ami egyébként szerencsés módon azért sok szempontból összhangban van a tradicionális nézeteinkkel, tehát nagy felfordulás azért nem történik, akkor nézzük meg, hogy mi történik a növényekkel. Hát először is maguk a növények átfogalmazódnak ilyen értelemben, mert csak azokat a szervezeteket fogjuk tekinteni növénynek, amelyek úgynevezett elsődleges endoszimbiotikus eredetű színtestekkel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy kék alga volt a régi nevük, ugye cianobaktérium eredetű plastisszal fotoszintetizálnak. Ezek közé pedig csak ezek tartoznak, tehát ha valaki mondjuk a kovamoszatokat vagy a barnamoszatokat hiányolja erről az ábráról, akkor őket azzal kell megvigasztalnom, hogy azok bizony nem növények, mert ők már egy növényi sejtet raboltak el, és építettek be a saját sejtjeikbe, mint plastiszt, mint színtestet. Úgyhogy azok már legfeljebb csak másodlagos formában jutottak ugye a fotoszintézis képességéhez. És akkor ez a új növényi definíció után ugye látjuk, hogy ha fokozatosan letörjük az ágakat,
akkor két olyan csoport után, amelyek még csak klorofil A típusú színanyaggal rendelkeznek sok más mellett, tehát a kékes-zöld algákat és a vörös algákat, akkor kapjuk meg a viridi plantékládot, ami tehát az összes olyan zöld növényt tartalmazza, aminek az előbb mondott formában van kloroplasztisza. A következő ágat letörve azonban már egy érdekes dolgot tapasztalom. A zöld algák csoportja válik valamiért ketté, meghasad. Az elsőként leágazó zöld alga csoportban egészen más a sejtosztódás folyamata, illetve a új sejtfalnak a kialakulása, mint a többi zöld algában, amelyek viszont megegyeznek ebben a szárazföldi növények mindegyikével. Tehát van egy streptofita klád, amelynek úgynevezett fragmoplaszt alakul ki a sejtosztódás során. A zöld algák ketté hasadnak, nem egységes leszármazásúak ezek szerint. Erre mondják egyébként azt a szakmában, hogy parafiletikus csoport, és ezért, mint rendszertani kategória, nem is igazán kívánatos. Ez a korall hasonlattal azt jelenti, hogy egy olyan törést alkalmazunk, amikor két helyen, alul is, és valahol felül is eltörtük a korallt. És ezzel már nem természetes egységet kaptunk. És aztán, ha tovább megyünk, akkor ugye látszik még, hogy a többi csoport is értelmes módon egyesíthető kladisztikai csoportokba is, tehát az embriós növények egyesítik az összes moha, haraszt és magvas növényt. Ugye a sok sporangiumos növények azok már a mohák nélküliek, majd jönnek a magvasak, és végül a zárvatermők zárják ezt a sort. És hát ahogy lenni szokott, az ilyen leszármazási mintázatban a végső csoport, az véletlenül pont egybevág egyébként egy linnéi kategóriával is. A többiekkel szokott azonban probléma lenni. Hát akkor a kérdés az, hogy hogyan kezelje ezt a rendszert, ezt az egészet. Ma még az az érzésem, hogy nem jó kezeli, mert hibrid megoldásokat alkalmaz. Az állatrendszertanban például, ha a Wikipédia szócikkeket megnézzük, akkor nagyon sokszor találkozunk, sőt szinte mindig találkozunk ilyen csoportosítással, amikor kihalt szervezeteket nézünk, hogy például az Archaeopteryx, ugye ez egy közismert, úgymond hüllő madár átmenet, ez az Archaeopteryx, ez egy családba, majd ez egy kládba, majd megint egy linnéi kategóriába, meg még egy linnéi kategóriába, majd újra egy kládba tartozik. Tehát a kládok, amelyek időbeli egységek, és a rangok, amelyek viszont csak a jelen időben értelmesek, ezek így szépen váltogatják egymást egy ilyen rendszertani beágyazódásban, aminek természetesen semmilyen logikai értelme nincsen. Egy picit könnyebb a helyzet, hogyha az árvatermők mai csoportosítását nézzük, itt a piros vonal alattiak az árvatermők, ott egy kutató csoport, akik ezzel már évek óta foglalkoznak, kb. 30-an állandóan frissítik ezt a diagramot. Úgy döntöttek, hogy oké, egy jó darabig az árvatermőkön belül, tehát ilyen filogenetikailag múltban is értelmes egységeket különítünk el, ilyenek akár az egyszíküek is, vagy például az úgynevezett valódi kétszíküek csoportja, és aztán egyszer csak egy pillanatról a másikra hirtelen bevesszük, vagy megtartjuk a linnéi rangokat, vagyis rendeket és családokat már figyelembe veszünk, ami persze azért azzal is magyarázható, hogy rend és család szinten olyan sok problémánk nincsen a múltbeli szervezetek ismeretével, mert nincs is róluk szinte semmi információ. De ez is önkényes. Nem kell különösebben hangsúlyoznom, és ezt meg lehet mutatni az egyik ilyen csoport, az Asparagalesnek a részletezésével, aminek mindjárt az első leágazását az orchideák adják. Az orchideák, amelyeknek több mint 20 000 fajuk van, és több összesen egyébként csak olyan 6-7 000 marad a többiekre. Ezen az ágon vannak a nőszirmok, meg az amarilliszek, a hagymák, és így tovább. Hát az orchideák akár önmagukban is lehetne egy rend. Miért? Család. Ilyen alapon. És ezt folytathatnám akár tovább is. Vagyis az a típusú megoldás, amit itt az állatrendszertanban és növényrendszertanban is látunk, hogy keverjük a két dolgot,
Azt én tulajdonképpen nem ajánlom, bár magam is az első két kiadásában annak a bizonyos könyvnek ezt alkalmaztam, de sose tetszett ez nekem igazán. Tehát azt próbáltam ebben a harmadik kiadásban részletezni és bemutatni, és alkalmazni, hogy kládok alapján rendszerezzük a növényeket, bár a neveket tulajdonképpen akár meg is tarthatjuk, hogy ne legyen túlságosan nagy káosz az átállásnál. Tehát például a ceratofillum, ami egy klád a árvatermőknek a diagramján, az korábban ugye egy génusz volt, hát most is maradt egy génusz, az ottan benne levő néhány fajjal együtt, vagy itt van egy családi szintű korábbi csoport, aminél azért őrizzük meg a családszintet, mert ugye ez a legkisebb, amiben még mindegy, a legkisebb rang, ami még mindegyik beletartozó szervezet ott van. És így tovább van, ahol rendi szintű nevet tartunk meg. Persze a probléma leginkább a génuszokkal van, mégpedig azért, mert ugye a génusz elnevezés Linné óta összefügg az osztályozással. Tehát ha valaki úgy dönt, hogy egy faj nem abban, hanem egy másik génuszba tartozik, akkor át kell az illető génuszt nevezni. Hát mit lehet tenni a génuszokkal egy kladisztikai szempontú osztályozás esetén? Hát először nézzük meg a rangjelleget, amit valójában nem kell nagyon sokáig ragozni, mert ugyanúgy érvényes a génuszokra, mint rangokra az, hogy a múltba visszamenve eltűnik a határvonal élesen, tehát nem lehet meghúzni. Tehát nem egy diakron kategória rangként. Akkor lehet-e klád? Hát az általában szerencsés esetekben lehet nyugodtan, hiszen a magunk faja is, a Homo sapiens is egy ilyen homo kládon van, amihez még tartoznak ugye korábbi ember előtt fajok. És hát sok ilyen eset is lehetséges. Általában az a jó, hogyha ma élő szervezet szerepel a génuszban, akkor ott semmi probléma nincs, az kládnak is tekinthető lenne, de hogyha az emberi evolúcióba kellőképpen visszamegyünk, mondjuk 3 millió vagy egy kicsit több évvel, akkor már biztos olyan leletek kerülnek elő, amiket egy szakértő taxonomus nem a homogénuszba, hanem valamelyik másikba fog besorolni, mondjuk az Australopithecus génuszba. De viszont az Australopithecus nem lehet klád akkor, mert hiszen a leszármazottai már más nevet viselnek. Vagyis itt jön be az a probléma, amire nyilván Linné még nem gondolhatott, de ma se gondolnak rá igazán sokan, hogy a kihalt szervezetek esetében a génusz elnevezéssel, mint kláddal probléma lehet. Nem lenne probléma, hogyha egy olyan kihalt csoportról lenne szó, amiről tudnánk, hogy rengeteg olyan sajátsággal bír, amelyek az ősökhöz képest előremutatóak, de aztán eltűntek az evolúció során. Tehát egy kihalt oldalágról, ha biztosak lehetnénk benne, hogy egy közös őstől az összes leszármazott benne van a kihalás ellenére, akkor még a kihaltak is lehetnének kládok, de ez megint csak az a probléma, hogy mi nem tudjuk a kihaltakról a biztosakat állítani. Így jön aztán az a javaslat, amit a phylocode, ugye ez az alternatívája a hivatalos nomenklatúrai kódnak, tehát amit ez a phylocode javasolt, hogy a nemzetségeket, a génuszokat igazándiból ne tekintsük kládoknak, csak egyszerűen a binomot tekintsük, mint egy két részből álló egyszavas elnevezést. Ugye ez ilyen fából vaskarik a megoldás, de hát a kihaltak esetén valóban más megoldást nem nagyon lehet látni, még a mai élők esetében talán. És akkor most mutatnék be még, ha még bírja a társaság, néhány példát. Ez a páfrány csoport, a pteriszek, ezek nagyon fajgazdag csoport, 280 ismert fajjal, többnyire trópusi, szubtrópusi elterjedésű, gyönyörű, szép, időnként egész nagyra növő páfrányokról van szó. Aztán van ebből a családból, mondjuk úgy, egy másik növény, Észak-Ausztráliában trópusi viszonyok között él, ez a platizóma mikrofillum nevű
szintén páfrány, aminek azért úgy ránézésre hát nagyon kevés köze van a szalagpáfrányokhoz, tehát a pteriszekhez. És ezek annyira különböznek, hogy korábban nem hogy külön fajként, hanem egyes rendszerezők külön családként és külön rendként próbálták kezelni őket. Na ezt a problémát már korábban megvitattuk. Ez persze még az is alátámasztotta, hogy a páfrányok között teljesen ritka módon ennek a fajnak különböző alakú, méretű hím, illetve női spórái vannak, ezt heterospóriának mondják, és ez nem jellemző a többiekre, tehát ez volt egy jó alap arra, hogy őt teljesen külön kezeljék, csak hogy a molekuláris elemzések, a szintestben levő gének bázis sorrendjeinek az elemzése oda vezetett, hogy bizony ez a platizóma teljesen beleesik a pteriszeknek a kladogramjába. Tehát ő nem testvére az összes 280 pterisznek, hanem be van ágyazva, ahogy itt ez az ábra próbálja illusztrálni. No, ilyenkor jön az, ugye, hogy egyrészt a klasszisztika ellentmondásba kerül a klasszikus morfológiai szemlélettel, hiszen akkor egy génuszba kellene sorolnunk a szalagpáfrányokat, és ezt is, amelyik ugye nagyon különbözik tőlük. De hát filogenetikailag viszont rokon, csak hát az ausztrál helyen, ahol ő nőtt, valahogy megszaladt az evolúciója, és nagyon-nagyon más fajjá fejlesztette ki magát. Ilyenkor viszont a klasszikus taxonómia kénytelen átnevezni a platizómát, ha a génuszokat is komolyan akarja venni. Viszont nem lehet pteris makrofilla, mert ez viszont már foglalt ebben a génuszban. A 280-ból az egyik az már viseli ezt a nevet. Így azután ezt a nevet vette föl olyan auktoroktól, akik saját bevallásuk szerint ezt a platizómát, vagyis pteris platizomopsziszt az életükben még nem is látták. De hát így próbáltak javítani a klasszifikációt. Na, hogy azért legyen jó hírem is a páfrányosok számára, vannak jó névválasztások is. Itt van például ez a Gaga nevezetű páfrány génusz, amit a három amerikai szerző, hát a névből talán már sokan ki is találták, ugye egy énekesnőnek a neve alapján nevezett el, saját bevallásuk szerint a laborban állandóan Lady Gaga-nak a muzsikáját hallgatták. Hát annyira, hát ez egyébként nem egy ritkaság, hogy ugye a zenészekről, zeneszerzőkről neveznek el génuszokat. Ugye Frank Zappáról is van, meg Mick Jaggerről is van, meg a Beatles együttes tagjairól is vannak elnevezések, és hogy a klasszikus zene sem maradjon ki, Bachról is és Beethovenről is egyaránt egy darás génus van elnevezve. Tehát így pariba vannak ilyen szempontból. Na, ezek az urak viszont nagyon szerethették a Gagát, mert ennek a fajnak a második neve, a faj neve is az ő nevét viseli, ugyanis a hölgy eredeti neve az Stefani Germanotta volt. Na, ilyet már nem nagyon tudok mondani a biológiából, hogy a növénynek a faj neve és a génusz neve ugyanarra a személyre vonatkozzon. De voltak itt még egyéb érvek is a névadás mellett. Ugye a szerzők szerint az a tény, hogy a Gaga nevű génusz előtelepei, hol hím jellegűek, hol női jellegűek, és esetleg kedvezőtlen körülmények között még mind a két nemű ivarszervek is megjelenhetnek egy ilyen előtelepen, ez tulajdonképpen amellett szól, amit Lady Gaga is képvisel, ugye a nemek közötti egyenjogúság, stb. Tehát ez a kicsit egzotikus viselkedésű hölgy ilyen szempontból is indokoltan adja a nevét a génusznak. De hát van itt még egy fontos szempont, mégpedig az, hogy a Grammy díj átadásán Los Angelesben Lady Gaga egy ilyen uniformisban jelent meg. Nem vagyok benne biztos, hogy célzatosan ez a páfrány előtelepre akart utalni ez a zöld ruha, de a névadó három botanikus ezt teljesen egyértelműen annak a jelének vette, hogy itt most ezt a páfrányt róla kell elnevezni. Azonban az igazi poén az most jön, a csapat kínai tagja,
Lee, az vette a fáradtságot, és végignézte ama génnek a bázis szekvenciáját, amelyre a vizsgálatot alapozták, és azt találta, hogy a maturáz K enzim génjében, most itt én nem látom jól a szemüveggel, valami 600. pozíció környékén, egy négyes csoport az a GAGA, vagyis a guanin-adenin-guanin-adenin formában jelenik meg, és kizárólag abban a 18 fajban, amelyik szerintük a GAGA génuszhoz tartozik. Az összes rokonban, amit tehát itt fölötte látunk, ugye már legalább egy pozícióban más bázis jelenik meg. Tehát ez az első igazán jó példa arra, ugye, hogy molekuláris alapon is lehet úgynevezett szünapomorfiákat keresni, vagyis olyan tulajdonságokat, amelyek egyértelműen jeleznek egy csoportot, és csak azt a csoportot. Úgyhogy innen a GAGA elnevezés azután már tényleg teljesen hitelessé válik, és számomra ez egy bizonyítéka is annak, hogy az a két tudományterület, ami hát mondjuk 30-40 évvel ezelőtt még olyan nagyon nagy békében nem volt, mert valljuk be, a molekuláris biológusok nagyon magasról lenézték a rendszert, annál foglalkozókat, akik csak lepkehálókkal csapkodnak, meg poros herbáriumi lapokat rendezgetnek. Na ez most szerencsére ugye megváltozik, hiszen éppen a molekuláris biológia szolgáltatja azt az információt, amit a rendszertan hatékonyan fel tud használni. És akkor ezt követően már tényleg csak összefoglalnám az eddigieket két ábrában. Az egyik tehát az, hogy a diagramok kétfélek lehetnek, és mind a két fő típus négy altípusra oszlik, és hát azt szeretnénk, ha tudnánk azt, amit a ánykép, a korallkép visel, de hát ez teljesen megismerhetetlen számunkra, hogy a múlt ilyen szinten hogyan is zajlott le, és sajnos még darwini értelemben, akár ilyen populációk közötti kapcsolatrendszer értelmében is ez a helyzet. Soha nem fogunk sem egy ilyen diakrón koralt, sem egy diakrón fát teljes bizonyossággal megismerni, csak nagyon ritkán van erre mód, például a beállításos evolúciós kísérleteknél, ahol mi generáljuk azt a folyamatot, de egyébként valós problémáknál ez nem lehetséges. Amit tehetünk tehát, az, hogy vagy szerkesztünk a mai élőkre egy ilyen kladogramot, amivel meg tudjuk becsülni, tehát mondjuk az ánykévnek, a korallnak a fő ágait, vagy pedig egy ilyen kladogramot, amivel a tartalmara tudunk következtetni, még ha az elágazás rendszerre nem is. A többieknek a fontossága az már lényegesen alatta marad az eddigieknek. Ugye itt ez a kettő akrón ábra ez egyébként elég könnyen egymásba át is alakítható, és tulajdonképpen linnéi kategóriák közötti kapcsolatrendszert mutat, így jelentőségét ez már elveszítette. Ez a két tölgy pedig, ahogy mondtam, nem más, mint a kladogramoknak egy kicsit artisztikusabb, művésziesebb megvalósítása, ugye, ahogy Haeckelnél is láttuk, meg még sok más esetben is, de ezeknek sincs ilyen szempontból tehát különösebb jelentőségük. És akkor a másik dolog, a rendszertan oldala, ott pedig akkor annyi a helyzet, hogy meg kellene talán szoknunk, ami nem lesz könnyű, hogy az egymásba skatujázásnál az egyes csoportok azonos rangjáról megfeledkezünk, és a múltban megfigyelhető vagy nem megfigyelhető csak létezett szervezetek csoportosítását a kládokra vezetjük vissza. A két szemlélet között persze rengeteg különbség van, és ebből egy picit kiragadnék, néhányat kiragadnék. Ugye a rangokról tehát mondtuk, hogy nem könnyű megszabadulni az önkényes jellegüktől, a redundanciától, és állandó zűrzavart okoznak a rendszertanosok azzal, hogy mindent állandóan át kategorizálnak. A kladogramok alapján szerkesztett osztályozás viszont stabilisabb, bár a saját döntésünk itt is megvan, mert nekünk kell eldönteni, hogy mi az, amit kládként definiálunk és kládként írunk le. De elmondtuk azt, hogy a linnéi osztályozás, a rangokat alkalmazó osztályozás, tehát legfeljebb egy adott idősíkban lehet értelmes, akkor összhangban van az evolúció eredményével, egy időpillanatban megfigyelhető eredményével.
de ez csak egy szinkron típusú osztályozás. Ha a múltat és a jelent egyidejűleg vizsgáljuk, akkor ugye egy diakron osztályozás csak kládokra alapozhat. A rangoknál növekvő rang, növekvő morfológiai szakadékot jelentett, viszont kládokat azokat úgy is le tudunk egymásról választani, hogy csak egyetlen egy lényeges különbségben, egyetlen egy bélyegben térjenek el egymástól. A fentiekkel összhangban, tehát nincs összhang, objektív módszerünk igazán arra, hogy a rangokat meghatározzuk, viszont a kládokat kétféle típusú kladogrammal szépen becsülni tudjuk. És hát itt jön persze be az ökológia problémája, ahol gyakran használnak ugye olyan statisztikákat, hogy mondjuk egy területen hányféle növénycsalád képviselteti magát, vagy mondjuk a paleontológusok is gyakran mondanak ilyesmit, hogy a Jura Kréta határán nem tudom hány család tűnt el ugye a katasztrófák következtében. Na hát ezek valójában egy használhatatlan állítások, hiszen ezek egy totális önkényes statisztikák, hogy hány család van vagy volt egy bizonyos időszakban, de ugyanúgy értelmetlen lenne a kládok számáról beszélni természetesen, úgyhogy itt az egyetlen egy segítséget csak konkrétabb matematikai módszerek adhatnak, mint például a filogenetikai diverzitásnak az egyes mérőszámai. És hát vitathatatlan, hogy a rangok használata mellett a tradíció nagyon erősen szól, szinte az óvodában mindenki azzal kezdi, ugye, hogy megtanulja a növény génuszokat, családokat, rendeket, és így tovább. Tehát nagyon nehéz annak, aki ezen nőtt fel, változtatni, ezt én magam is tanúsíthatom. Tehát nehéz az új típusú módon gondolkodni, de hát az az igazság, hogy sajnos csak ez az egyetlen egy módunk van arra. Talán sikerült a hallgatóságot erről többé-kevésbé meggyőznöm, hogy a ma élőket és a kihaltakat is együtt kezeljük. Most szeretnék megemlékezni egyik mesteremről, Fekete Gáborról, és neki dedikálnám ezt az előadást, akit őt tavaly veszítettünk el. Vele mindvégig jó kapcsolatban voltam, csak egy dolgot említenék meg. Még az első Akta Botanika cikkem útját például Gábor egyengette valamikor 1978-ban, és hát amúgy is hálás vagyok neki, hiszen ő volt jelölöm például korábbi 6 évvel vagy 7 évvel ezelőtt ugye a levelező tagságra Szatmári Őrssel és Orlóczi Lászlóval együtt. Mostani jelölőimnek is megköszönném a jelölést, és hát pár kollégát is felsorolnék, akikkel ezeket a dolgokat volt módonban megvitatni és hasznos tanácsokat is kaptam tőlük, akár biológiai, akár matematikai, akár nyelvészeti szempontból nézve a dolgokat. És természetesen ez az egész nem valósulhatott volna meg, hogyha nekem nincs egy olyan munkahelyi környezetem, akár a növényrendszertani és ökológiai és elméleti biológiai tanszéken, illetve az ehhez csatlakozó MTA ökológiai kutatócsoport formájában, ahol ugye tehát viszonylag szabad pályája, szabad tere van a gondolkodásnak és az új eszméknek kifejtésének. És hát természetesen a családomnak is köszönöm az eddigi türelmét, amit a velem kapcsolatban tanúsítottak, hiszen néha az ember elgondolkodik ezeken a problémákon olyan szituációkban is, amikor valami másra kellene figyelni. És hát itt emlékeznék meg édesapámról, aki sajnos már nem lehet itt a körünkben, itt ezen a képen még vidámak voltunk pár évvel ezelőtt, most már sajnos nincsen közöttünk. És akkor végezetül Konfuciuszról szeretnék valamit idézni, Konfuciusztól szeretnék valamit idézni. Egyrészt azért, mert ő az, akinek a leszármazottairól nagyon részletes információ áll Kínában rendelkezésre. Több mint 2 millió nevet tartalmaz az a, mondjuk úgy, hogy családhálózat, amit az ő utódait összesíti. Tehát valószínűleg Konfuciusz az, és az ő utódai azok, akikről ilyen leszármazási értelemben, evolúciós értelemben ma a legtöbbet tudunk a világon.
Hát ő mondta azt, hogy minden a szavak helyes használatán múlik, amit nekem most van képem egy kicsit módosítani, mert úgy változtatnám meg, hogy nem csak a szavak, hanem a fogalmak, sőt a diagramok használatán is nagyon sok minden múlik. Hát köszönöm szépen, hogy ilyen szép nagy számban megjelentek itt a körünkben. Pestiek is, egészen messziről jött vidékiek is, akiknek külön hálás vagyok, hogy ennyire sok utat megtettek azért, hogy meghallgassanak, és általában köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. János, köszönjük a nagyívű előadást, és ez feljogosít arra, hogy átnyújtsam azt a dokiratot, amely Lovász László akadémiánk elnöke írt alá előző tavalyi évi közgyűlés után, amely Modani János rendes taggá választotta. Gratulálok, és további sok sikert a munkásságodhoz.